Garbeta a poder sair com a ajuda de Adobo. Leva a bola Adobo em pequenas fitas e simulações. Vai para a entrada da grande área. Pode sair, remate e sai mesmo. Golo. Mas que finalização. Sem hipótese para Ramalho. O Torino a reduzir a diferença no marcador. Graças a este espantoso remate de pé direito. Que permite a redução no marcador. Orvat. Grande golo, grande golo. É um golaço. Começámos com um grande golo, terminámos com um grande golo. Terminámos, vamos ver, não vamos nos 82 minutos. Mas era importante também o Torino poder aqui aproveitar um contra-ataque. O posicionamento não era o mais feliz, estava demasiada gente com. Figyelhetjük, jó volt a passz a Csobotnak. Horváth Krisztófer. Jó meglátás, Ódor a 16-oson belül vette át a labdát, ballal lő. A szurkolók, a játékosok és a játékvezető is. Horváth, 91. perc, Temesvári feje, gól! 3-2! Szabadulás a 20. percben. Horváth Krisztófer híve, nem is rossz az óriási helyzet és gyönyörű befejezés. Vári! Második helyzetje Horváth 10 góllal. Csobot, szép a csel. És jó a blokk is Polgártól. Horváth Krisztófer nem tudja előni. Beviszi Horváth és 11-es. Hát beleszalad a késbe a Dévi. Két lépés a labdától. Ennyit hagy ki Horváth Krisztófer. Horváth ezt is berúgja, ezt most magasan, erősen, ez védhetetlen volt. És Horváth Krisztófer két gólt szerez a mai meccsen, meg kihozta egy gólpasszt. A Szeged 5-0-ra vezet a DVTK ellen. Teljes összeomlás hazai oldalon. És ez most kétségbejtő lehet a diósgyőri szurkolóknak is, a játékosoknak is. Lefocizza a Szeged a DVTK-t. Ez már megalázó. És ugye, amikor olyan sokat beszélünk.
negyedik gólját 18 perc korban tisztosan szerezte. Tovább megy Horváth, a lerántást követően Preklet szúrt közben. Ez a csel is jó. Ó, de szép gól! Vezet a Szeged! Egy parádés találat. Gyakorlatilag olyan éles szögből, ahonnan Helesfai erre a gólra nem számított, de hát Horváth Krisztófer olyan formában van, hogy kellett volna. Ez már itt önmagában jó, ahogy Kővári tovább ment. Itt kéri el Horváth Krisztófer, megcsinálja az 1-1-et. És aztán nem tudom, hogy ez egy lecsúszott beadás, vagy egy remek helyzet. Gréci. Nagyon fellelkesedett a szegedi csapat. Horváth ellövi jobban. Jó kísérlet! Gól! Hát mekkora gólt rúgott Horváth Krisztófer! A 25. percben megduplázza előnyét a házigazda. Egy micsoda bomba góllal! Már amikor átvette a labdát Horváth, lehetett látni, hogy kacérkodik a lövés gondolatával, és nem vették őt komolyan a diósgyőriek, ő pedig rászúrja. És lehet, hogy ott most egy Pók családot kilakoltatott. Első gólja ez Horváthnak a Szeged család Gosics Akadémia játékosaként. Rumbo qua ci mette una pezza, riesce a bloccare l'uscita di Teiu, poi Sarri appoggia per Zancheta, che numero di Horváth.
che va via su Palumbo, prova a calciare, incrocio dei pali, ma cosa ha fatto Horvat?